egy mozgásforma, melynek nagyszerűsége éppen egyszerűségében rejlik. Aki valaha próbálta, már azt tudja, hogy az egyik legjobb eszköz és módszer az állóképesség és az erő növelésére, és nem utolsó sorban segítségünkre lehet a fölösleges kilók leadásában. A következő percekben egy kettlebell edzésre hívom Önöket. Dinamika. Szívó, fújjon, jó? Oké, ezt kérem. Utána 8-as, jó? Marad a tartás, nem himbálózol, szépen adogatott körbe, jó? Feszül a testet, nyomod hátra a csípőt, nem engeded ki a vállat, megy a passzolgatás, jó? Ez is jeltől elég fog történni. Utána megint vissza fogsz térni a nagy súlyra, jó? Azzal nyomod a swinget. Oké, utána ugyebár vagy tartod a plankot, úgyhogy magad alá ezt has, fenék, comb, minden feszül, vagy ugyebár durván mellett vonalába 45 fokba megy ki a könyök, és nyomod a fekvő. Fújod a levegőt, szívod, fújod, szívod. Jó? A kettlebell a mozgásvilágában 2006-ban vált ismerté, illetve akkor kezdte az új reneszánszát élni. Gyakorlatilag ennek az erőfejlesztésben való szerepét már cári Oroszországban felfedezték. Gírja néven a mai napig fut, és mint gírja sport egy külön sportágként szerepel. Mi egy kicsit más irányba mentünk el. Előtérbe helyezzük azt, hogy milyen szerepet tölthet be az erőfejlesztésben, illetve a hétköznapi embereknek is az egészségük megőrzése céljából. Ez Magyarországra 2007-ben jutott el, akkor még RKC néven futott, jelenleg a Strong First zászlaj alatt oktatjuk ezt a kettlebellt Magyarországon. Ez egy kicsit ilyen furcsa és faramuci eszköz, tehát ez a vasgolyó is van egy füle. Tehát az elsőre mindenkinek ilyen megdöbbent, hogy miért ilyen az alakja. Alapjában véve ez egy súlymérésre használták ezt az eszközt valamikor már jó régen, ugyebár a cári Oroszországra visszavetítve, ott használták, pudokban mérték a gabona terményeket, és a mérlegen ezek ellensúlyként szerepeltek. És hát nyilván azok, akik ezzel dolgoztak, azok rájöttek, hogy hát ettől erősekké válnak, hogy ezt pakolják és rakják egyik oldalra a másikra. Később ugyebár megint csak ez az orosz virtus, ami előjött, hogy ki bírja megemelni, ki bírja a nagyobbat megemelni, ki bírja többször felemelni. Tehát inkább ebből a virtus irányból indult el. Így gyakorlatilag ez a gírja sport, ami kint szerepel, ez a mai napig erről szól, hogy bizonyos súllyal egységnyi idő alatt hányat tud valaki, hány gyakorlatot tud végrehajtani. Mi ettől egy kicsit eltávolodnánk, és maradnánk annál, tehát amit mindig mondunk, hogy szabályosan hajtsd végre a gyakorlatokat. Miért fontos, hogy szabályosan hajtsuk végre a gyakorlatot? Azért, mert a szabályos gyakorlat az, ami egészséges, és az elsődleges feladatunk, mint edzőknek, az a legelső, hogy az egészséget megőrizzük, ne okozzunk kárt egy tanulónak azáltal, hogy mi most nagyon nagy eredményt akarunk nála elérni, és mondjuk túlterheljük, nem. Először a mozgás, az egészség, és erre épülhet minden más. Medőj hátra, pattints meg, de ne ijedj hozzám. Úgy van, pattints, 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 ez az. Nem gyorsabban, csak pattints. Szuper. Oké, téld, megint visszalangok. Igen. De érted? Persze, most már igen. A mai világban ugyebár mindenkinek szinte betegsége az, hogy tartja az egeret, ugyebár be van állva a válla, a háta görbén ül, le vagyunk csúszva a kocsiban, az irodában, mindenhol, hol gyakorlatilag egészségtelenül tartjuk magunkat, súlyokat úgy emelünk, hogy soha nem tanítottak minket arra, hogy hogyan kell egy súlyt felemelni, pedig hát úgy gondolom, hogy mindenkinek a mindennapi életének a része az, hogy súlyt emel. Mert hogyha más nem, akkor a gyereket kiveszi a bébi hordóból, vagy a
bevásárlásnál pakol súlyokat, és ez sajnos a testnevelés, mint olyanból kimaradt az életünkből. Ez az egyik olyan sport, amit soha nem késő elkezdeni. Nagyon fiatal, mondjuk gyerekeknek nem ajánljuk ezt a jellegű terhelést, de nincs felső korhatár. A kettlebellt mindenkinek ajánlom. Egyetlen kivétel, ugye bárhogyha az orvos valakinek nem ajánlja, tehát hogyha valakinek olyan betegsége van, olyan keringési vagy mozgásszerű problémája van, ami miatt nem tudja ezt csinálni. Egyébként aki erősödni akar, aki fogyni akar, mindenki megtalálja benne a számítását. A kettlebell edzések népszerűsége az abból fakad, hogy egy rendkívül hatékony edzésrendszer. Nagyon jó hatása van, nagyon sokan érkeztek olyan problémával, hogy fáj a hátuk, elmúlik. Nekem, amíg nem csináltam a kettlebell edzést, fájt a jobb vállam, fájtak a térdeim, elmúlik. Ez most így érdekesnek hangzik, meg megmagyaráztatónak, de teljesen természetes, ugyebár azáltal, hogy az izmok feszülnek és a helyén tartják az aktív szalagok a megfelelő ízületeket, ezáltal megszűnnek ezek a dolgok. A gerincfájdalmak nagyon sok esetben abból fakadnak, hogy gyenge a hátnak a merevítő izmai, aminek a fejlesztéssel a kettlebellen kívül más ennyire hatékony megoldást nem nagyon ismerek. Én is évek óta csinálom a kettlebellt, és mégis a mai napig minden edzésen találok benne kihívást, és találok benne új feladatot és új érdekességet. Tehát nem monoton edzés, tehát volt egy tanulóm, aki 3 évig járt hozzám edzeni, jelenleg most pont nem jár, de készül visszajönni, és ő mondta, hogy 3 éve járok ide, és még nem volt 2 egyforma edzés. És én úgy gondolom, hogy talán az egyik ilyen küldetésem, hogy az embereket rávegyem arra, hogy mozogjanak, és az első és legfontosabb dolog az az, hogy ne unják, hanem szeressék a mozgást, és hogyha már mozognak többet, mint eddig, akkor már egy lépcsővel előrébb vagyunk az egészség irányába. Önök a Kölcsei Televízió életmód műsorát látták.